Ukrajnában egyre kevesebb szülő oltatja be újszülöttjét, adta hírül a Munkacsevonet. A hírportál értesülései szerint az elmúlt 2 évben 11 gyermek halálát követelte egy bizonyos gyártmányú vakcina. Az említett halálesetekről szóló jelentések mindegyikében felbukkan egy harkivi cég készítménye. A halálesetek vizsgálati idejére betiltották ugyan a védőoltás használatát, de később újra forgalomba helyezték azt. Az elmúlt évben 9 alkalommal vizsgálták meg a vakcinát, ám egyszer sem bizonyosodott be, hogy a készítmény okozta volna a gyermekek halálát. Jelenleg nem kapható a fertőző mágyulladás B-típusa elleni védőoltás a szülőotthonokban, mivel a tavalyi tételt már kivonták a forgalomból, a 2013-as pályázat nyertese pedig csak márciusban mutatkozik be. A kormány és a helyi szervek állítják, hogy az autóutak minőségi burkolatához több pénzre van szükség. A télután ugyanis a kátyuk számának növekedésére panaszkodnak az autósok. Az ukrán állami útkezelő vállalat szerint 170 ezer kilométernyi autót teljes felújításra szorul. Mindehhez 450 milliárd hrivnyára van szükség. Az ukrán Avtodor jelenleg mintegy 30-szor kevesebbet kap ennél az összegnél, mintegy 15 milliárd hrivnyát tud fordítani erre a célra, ugyanis a vállalatnak magas adósságai vannak, amelyeket törleszteni kell. Végeredményben csupán 2 milliárd hrivnya marad az útkarbantartásra. Európai politikusok gyára címmel szerveztek tanulmányi kirándulást fiatal, ambíciózus ukrán politikusoknak és civileknek a visegrádi együttműködés országai. Az Ukrajna különböző régióiból érkezett szakemberek első megállójukon Magyarország ungvári főkonzulátusán hallhattak előadást arról, hogy Kárpátalja miként köti össze Ukrajnát az Európai Unióval. 35 fiatal gyűjtöttünk össze különböző régiókból, kelet, dél és nyugat Ukrajnából, hogy megismertessük velük szomszédaink, mint például Magyarország, Szlovákia és Lengyelország, Európai Uniós integrációjának tapasztalatait, valamint az unió működési mechanizmusát. A találkozói keretében meg akarnak ismerkedni a Magyarország állami irányításának európai gyakorlatával, a politikusaink európai stílusú munkavégzésével, és az így szerzett tapasztalatokat akarják önkormányzati, civil szervezeti és felső politikai szinten kamatoztatni. A meghívott előadók Kárpátalja európai múltjára és az Egyesült Európa fontosságára hívták fel a figyelmet. A kárpátaljai politikusok szerint Ukrajna legnyugatibb megyéje mindig Európa része volt. Sokáig az osztrák-magyar monarchiához, majd ezt követően Csehszlovákiához tartozott, aztán megint Magyarországhoz. A legnagyobb rombolást viszont a szovjet megszállás vitte véghez Kárpátalján, éppen ezért van szükség egy európai irányvonalú politikai generáció kinevelésére. Az ilyen programok megvalósításánál elsősorban azt nézzük, hogy a fiataljaink tapasztalatot gyűjtsenek az EU-ban. Ami ennél is fontosabb, hogy ezt itthon kamatoztatni is tudják majd a gyakorlatban. 10 év alatt azért hála Jóistennek sikerült olyan, mondhatom azt, hogy több száz embert tulajdonképpen elvinni Magyarországra, megmutatni különböző szférákba, tehát polgármestertől kezd egész civil szervezetig. De ez nagyon fontos, hiszen ők azt látják, hogy hogyan lehet élni civilizáltabban. A kárpátaljai előadást követően a 35 fiatal politikus tovább utazott Magyarországra és Szlovákiába, ahol vezető politikusok tartanak majd számukra előadásokat az unió működéséről. Ebben az évben 49 személyt vontak felelősségre az Ukrajna területére ideiglenesen behozott gépkocsik törvényben előírt itt tartózkodási határidejének túllépése miatt, közölte a Csapi Vámhivatal sajtószóvívője Viktória Szenhetovska. A szabálysértőkre pénzbírságot szabnak ki, amelynek összege a túllépett napok számától függően 170-8500 hrivnya is lehet. A legtöbb szabálysértést az ukrán-magyar határon rögzítették. Megyénk lakosságának az átlagosnál rosszabb a szájhigiéniája, mivel vidékünk ivóvize héjjel van a jódnak és a fluornak, a gyermekek 96, a felnőtt lakosságnak pedig a 98%-át érinti a szúvasodás, 70%-ának fogény problémája van. A megyében az egyre szaporodó fogorvosi rendelők ellenére sem javul fogaink állapota. Az állami szektor elsősorban a gyerekeket és más kedvezményezett kategóriákat szolgálja ki. Tavaly 11 ezeren kaptak ellátást, 9 millió hrivnya értékben. Az állami rendelők felszerelését az elmúlt 5 évben egy megyei program keretében csupán 30%-ban sikerült megújítani.